Vendégem a stúdióban Fejős Ádám, a frontember. Sziasztok! Szia. Ciao. Kezdjük rögtön a legelején. Hogyan kerültél a zene világába? Mikor kezdtél el dobolni? 2002. február. Tehát majdnem napra pontosan 20 éve. 20 éve kezdted, és aztán ez egy hobbiként indult, ami később komoly szenvedélyén nőtte ki magát. Te játszottál korábban a Tej zenekarban, 2016 óta pedig a Schizoid Cats nevű formációt erősíted, amelynek egyik alapító tagja vagy. Mi az a zenei világ, vagy az a stílus, ami leginkább jellemez titeket, ezt a zenekart? Szerintem a kísérletezés és a rock zene szeretete. Nagyon-nagyon sokféle zenét hallgattam gyerekkoromtól kezdve, jazztől elkezdve mondjuk a Rage Against the Machine-ig, szóval nagyon széles az érdeklődésem. Ami mostanában talán jobban érdekel, vagy jobban vonz, az az, hogy megtalálni azt a hangzást, ami inspirál, és mostanában a Hulk dobolás felé. Hulk dobolás? Az milyen? Nem Hulk, mert nyilván, dobolni nyilván lehet halkan, én nagyon halkan nem szeretek, de mondjuk úgy halkabban, mint eddig, mert nekem szerintem több mint 10 évig az volt az ismertetőjegyem, hogy ahol én doboltam, ott nehéz volt hangosítani, mert hogy annyira hangos volt a dob, hogy már az akusztikus hang beleszólt minden mikrofonba, úgyhogy egy picit racionalizáltam a hangerőt, és ezzel megjött a sound is egy kicsit. Mesélj kérlek kicsit a zenekar többi tagjáról, hiszen kis túlzással szerte szétélnek a nagyvilágban. Egyáltalán hogyan tudjátok összetartani a bandát? Először is fantasztikus emberek, de ez gondolom nem okoz meglepetést. A basszusgitárosunk itt él Budapesten, mint ahogy én is. A gitárosunk Pízában él, de egy magyar srác, egy vegyészről van szó, egy nagyon régi gimis barátom és osztálytársam is volt egyébként a gimnáziumban. Az énekesünket pedig Hollandiában ismertem meg, amikor Erasmus fél évemet töltöttem Enskedében. Ez Kelet-Hollandiában van, és ott én alkalmazott matematikát tanultam, mert azt hittem, hogy matematikus leszek egy időben, de nem így lett. Ő egy ilyen üzleti suliba volt, és egy pókerpartin megismerkedtünk, és kiderült, hogy mindenketten imádjuk a Red Hot Chili Peppers-t, és elkezdtük játszani az egyik dalt a Blood Sugar Sex Magik lemezről, és onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy nekünk együtt kell zenélni. Mostanában milyen gyakorisággal tudtok találkozni? Személyesen gondolom, azért a vírushelyzet is megnehezíti ezt. Hát olyannyira, hogy az első koncertünket is a vírushelyzet hiúsította meg. Esztergomba lett volna a Kaleidoszkóp házban, amit nagyon szeretünk, mert egy barlangban lehet játszani, és ez elég passzolt a zenekar indulásához. Úgyhogy, hát 2020 óta szerintem kétszer találkoztunk, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem írunk dalokat, mert amilyen ritkán látjuk egymást, annyira aktívak vagyunk, és küldözgetjük egymásnak az ötleteket. 2020-ban meg is jelent az első lemezetek, erről mit érdemes tudni? Azt, hogy majdnem 5 évnyi munka van benne, és hogy először nem volt még énekesünk, hanem csak kísérleteztünk a gitáros barátom a Ripszán Matyival a Velencén, és nagyon sokat agyaltunk, hogy nézzenek ki a dalok, mennyire ugorjunk bele 6 perc feletti számstruktúrákba, a válasz igen. És hát nagyjából annyit, hogy nagyon kísérletező, és nagyon sokféle dal van benne, és az összes élményünket gyakorlatilag tartalmazza ebből a 4-5 évből. Nemrég egy kerékpárboltban volt az első publikus megjelenés, hát honnan jött ez az ötlet? A kerékpárbolt az onnan jött, hogy egy nagyon jó barátom nagyon szeret bringázni, és a Recikli bringa műhelyben ő gyakorlatilag egy bejáratos figura, és egyszer elmentem a szülinapjára, és ezen a szülinapon, most lelövöm a poénon, ott volt, ahol maga a live session is, ahol zenéltünk, és megkérdeztem a Munyit, aki azóta jó barátom lett, aki a Reciklinek a főnöke, hogy nem tud-e véletlenül egy próbatermet, mert hogy olyan szinten megihletett engem ez a millió, hogy VD40 szakban bringa belsőkkel és kerekekkel és vázakkal együtt lehet ne dobolni, hogy feltettem ezt a kérdést, és azt mondta, hogy hát egy teljes zenekarnak nincs hely, de ott gyakorolhatok, és kibéreltem egy 7 négyzetméteres szobát, majd amikor egy hétre elmentek a bükkbe mountainbike-ozni, akkor kitelepültünk a műhelybe, és úgy döntöttünk, hogy felveszünk 6 dalt. Igen, és ez egy 6 számos élő koncertvideó is volt. Egyben milyen visszajelzéseket kaptatok rá?
egyelőre még a visszajelzéseknek az ömét várom, például ettől az interjútól, de viccet félretéve egyébként elég jók a visszajelzések. Dicsérték a hangzást, ami azért nagyon pozitív, mert egyrészt nagyon nagy hangsúlyt fektettünk rá, másrészt pedig azért, mert a képet is, illetve a zenét is mi magunk véglegesítettük. Tehát gondoskodtunk arról, hogy meglegyen a megfelelő idő arra, hogy például a vágást ne kapkodjam én el. Ültem rajta kb. 4 hónapot, az kicsit talán túlságosan sokat ajattam, hogy nézhetne ez ki jól, illetve a zene, keverés és master tekintetében pedig Ripszán Matyi barátomat dicséri. Szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és bízom benne, hogy minél hamarabb élőben is tudtok majd zenélni a közönségben. Köszi szépen én is. Köszi szépen.